Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Szent Háromságos liturgikus köszöntéssel, Szent Háromság vasárnapján, ennek a nagy hittitoknak ünnepén, amelyet ma ismételten átgondolunk és átélünk szeretett közösségünkben az egyház élő tagjaiként. Köszöntelek benneteket itt Gazdagréten a Szent Angyalok plébánia templomban. Köszöntöm a televízió kedves nézőit, akik most élő adásban kapcsolódhatnak be Szentmisénk ünneplésébe, a délutáni órákban pedig az ismétlésben imádkozhatják végig a Szentmise imáit. Nagy szeretettel köszöntöm itt egyházközségünkben, templomunkban a nyíregyházi Bárdos Lajos kórust, akik a most folyamatban lévő Mária Rádiós kórusverseny egyik részvevői, Gebri József karnagyúrral az élen, Isten hozta őket. Köszönjük a mai szolgálatot, a Jóisten áldását kérjük életükre, további munkájukra. A Szent Háromság titka nap mint nap meghatározza életünket, imádságainkat, hiszen a keresztvetésünkben, a dicsőítő imánkban mindig a Szent Háromság személyét, a Szent Háromságos Egyistent köszöntjük és dicsőítjük. Tegyük meg ezt most az egész Szentmisében, ünneplő áhítattal, énekszóval, és kérjük bűneink bocsánatát, töredelmes lelkiismeretvizsgálatunk nyomán. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóban, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Mennyei atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Kérünk add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Isten öröktől fogva tervei szolgálatába rendelte a bölcsességet, mielőtt még bármit alkotott. Így beszél az isteni bölcsesség. Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Az idők előtt teremtett, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő a víz. Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, a halmok előtt születtem, amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első göröngyét sem. Ott voltam, amikor az eget teremtette, és az ősvíz színének körét megvonta, amikor a felhőket felerősítette, és az ős források erejét megszabta, amikor kijelölte a tenger határát, és a vizek nem csaptak ki, amikor lerakta a föld szilárd alapjait. Ott voltam mellette, mint kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött. Mindenkor az ő színe előtt játszadoztam, ott játszadoztam az egész földkerekségen, és örömmel voltam az emberek fiai között. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluia, alleluia, alleluia.
legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, az enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, oly sokszor elmondjuk dicsőítő fohászunkat, és nap mint nap oly sokszor vetünk keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És az esztendőnek egyik vasárnapját pedig arra szenteljük, hogy megismerjük ennek a hit titoknak a lényegét, annak a felfoghatatlan titoknak, amelyről a szép legenda Szent Ágostonnal kapcsolatban megjegyzi, hogy a tengerparton sétálva az a gyermek, akivel Szent Ágoston találkozik, egy kis gödörbe vizet merítget egy kagylóval, és a szent püspök kérdésére, hogy mit csinál, elmondja, hogy a tenger vizét akarja ebbe a kis gödörbe belemeríteni. És a nagy püspök belátja és figyelmezteti őt, hogy hiszen ez lehetetlen, és a gyermek figyelmezteti a nagy hittudóst, ugyanilyen lehetetlen megfejteni és emberi ésszel megmagyarázni a Szent Háromság titkát. Ugyanis Szent Ágoston éppen ezen töprengett, ott a tengerparton sétálva. Talán mi utcai sétáink vagy hétköznapi dolgaink között nem igazán időzünk el ennél a gondolatnál, ennél a hit titoknál, pedig életünket meghatározó tényről van szó, mivel ha azt mondjuk, hogy mi a Szent Háromságot hordozzuk, vagyis Isten képmásai vagyunk, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy egyáltalán mi a viszonyunk a Szent Háromsággal, hogyan kapcsolódik a mi életünk az Istennek ehhez a titokzatos életéhez. Az emberi gondolkodás, a bölcselet különböző fogalmakkal igyekszik megközelíteni a Szent Háromság titkát. Ilyen fogalmak a lényeg fogalma, vagyis egy dolognak, egy jelenségnek az önazonossága. Ilyen fogalmak a személy fogalma, mert hiszen mi azt mondjuk, hogy külön-külön, mindnyájan egy-egy emberi személy vagyunk, és ember voltunkból próbáljuk megérteni a Szent Háromság személyeinek és egymáshoz való viszonyának tényét. Hogy mit jelent a Szent Háromság értelmileg, nem tudjuk belátni, főleg nem egy rövid gondolatmenet után. Nem olyan logikai jelenség, mint amelyekkel találkozunk emberi életünkben, amikor esetleg hétköznapi események vagy folyamatok egymás utániságát könnyebben, vagy egymáshoz való viszonyát egyszerűbben meg tudjuk közelíteni. Az oltár mellett itt vannak a mi gyertyáink,
szép hasonlat, szemléltető eszköz, a gyertya, a Szent Háromság titkában. Ti most a templom hátsó részéről, vagy talán még az első sorokból is nehezebben látjátok, mint talán a tévé kedves nézői, akik most szemlélhetik ezt a hasonlatot, hogy mi nem a Szent Háromság, azt a három fönti gyertya jelzi a kereszt tövében, amelyek különálló gyertyaként állnak a kereszt körül, és külön-külön világítanak, de elválasztva egymástól. De egy ügyes és számomra a Szent Háromságra utaló megoldást is kitalált egy gyertya öntő, aki az alsó gyertyát oly módon készítette el, hogy az egy viasz testbe, gyertya testbe három kanócot helyezett el, és ez a három kanóc, három láng meggyújtására alkalmas, és talán ez jelképezi leginkább teológiai, vagy a bölcselet nyelvén ebben az értelemben a Szent Háromság valóságát. Ugyanis katolikus hitünk és keresztény hitünk szerint, hiszen ebben egyek vagyunk mindahányan, leszámítva unitárius testvéreinket, akik nem vallják a Szent Háromság három személyét, de a keresztények, akik a Szent Háromság nevében veszik föl a keresztséget, ugyanígy gondolkodnak. Egy isteni lényegben három személy van. A Szent Háromság személyei, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyek ebben az isteni lényegben. Talán olyan ez, mint amikor egy családban a családfő nevét veszik fel a családtagok, sok esetben manapság már az asszony is a férje nevét fölveszi, mint az ő családi nevét használja, és természetesen a gyermekek is ezt a nevet használják. Tehát ebben a lényegben, az összetartozásban és az isteni természetben, tulajdonságokban egy a Szent Háromság három személye. De azt mondja a mi hitünk tanítása, hogy ezek a személyek nem csak különböző megfogalmazásai az Istennek, nem csak bizonyos megközelítési módjai, ahogy mi emberek próbálkozunk valamit tulajdonítani a Szent Háromságnak, a személyeknek, mert azt szoktuk mondani, hogy a Teremtő az az Atyához kapcsolható tevékenysége az Istennek, a megváltásnak a műve az a Fiúé, és a megszentelés műve a Szentléleké. De itt nem csupán ezekről a tulajdonításokról van szó, hanem azt mondjuk, hogy ezek a személyek valóságosan különböznek egymástól. Ugyanazok az egy isteni lényekben, istenségben, de viszony áll fönt egymás között. És ebben az egymáshoz tartozási viszonyban válik külön személyé a Szent Háromság három személye. A hitünk tanítása vallja, és ezt a Hiszek egyben, főleg ebben a hosszú Hiszek egyben, a nicea konstantinápolyi hitvallásban, amit vasárnaponként szoktunk imádkozni, ezeket a származási vagy cselekvési módokat is meg szoktuk különböztetni, hiszen azt mondjuk, hogy az Atya az, aki nemz, aki az életet fakasztja, az élet forrása, a Fiú, aki születik az Atyától öröktől fogva, és a Szentlélek az, aki az Atyától és a Fiútól származik. Bizonyára egy ünnepi vasárnapi szentmise nem alkalmas arra, vagy nem elegendő időben sem arra, hogy ezeket a nehéz fogalmakat megértsük. De mégiscsak könnyűvé válik a megértés, hogyha emberi életünkből indulunk ki, és azt mondjuk, amit már az előbb kimondtunk, hogy mi Isten képmásai vagyunk. És ha azt mondjuk, hogy önálló emberi személyek vagyunk, és ebben az önálló személyiségünkben is képesek vagyunk Istent hordozni, akkor láthatjuk, hogy a Szent Háromság szeretett közössége, hiszen azt mondjuk, hogy Isten nem magányos, hanem szeretett közösségben fennálló egy Isten, egység,
ugyakkor a mi emberi személyeink összetartozásai, szeretett kapcsolatai, szeretett közösségei, így a mi családjaink, amelyekben önálló személyként vagyunk fontosak egymás számára, hordozzuk az Istennek ezt a háromságos, közösségre utaló hármas egységét a szeretet egységében. A Szent Háromság titkát az Úr Jézus nyilatkoztatja ki, éppen a mai evangéliumi rövid szakasz olyan fontos utalás, amely tükrözi azt a kinyilatkoztatást, amit Jézus mondott a Szent Háromság személyeiről. Hiszen Jézus vallja magáról, hogy ő a fiú, vallja magáról, hogy ő engedelmes fiú, aki azért jött, hogy megdicsőítse az atyát. Vallja azt, hogy az atya küldte őt közénk, és megígéri, hogy kérni fogja az atyát, hogy küldje el nekünk a vigasztalót. Még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Ezzel az Úr Jézus jelzi azt, hogy ő elmondta nekünk mindazt, amit az atyától küldetéstként kapott, de még van mondani valója, amelyre majd csak később lesznek érettek a tanítványok annak befogadására. És amit az Úr Jézus elmond nekünk, az még nem a teljesség a kinyilatkoztatásból, hiszen megígéri, hogy amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Az Úr Jézus tanításában tehát még nem kaptuk meg a teljes kinyilatkoztatást Isten titkáról és szándékairól. A Szentlélek hozza el ezt az apostolok számára, és így az apostolok nem csupán tolmácsolói lesznek Jézus szavainak, ők nem újságírók, tudósítók, akik feljegyezték Jézus szavait, és aztán ugyanúgy elmondják másoknak, hanem ők az életüket teszik rá Jézus követésére és Jézus tanításának hirdetésére. Ők nem csak tanítanak, hanem tanúságot tesznek az igazságról a Szentlélek erejében. Így tehát Jézusnak az üzenete folytatódik, hiszen azt ígéri a Szentlélekről, nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Tehát, amikor Jézus kinyilvánítja, kinyilatkoztatja a Szent Háromság személyeit, akkor egyszer s mint arról is beszél, hogy miként folytatódik majd a kinyilatkoztatás és annak a hirdetése a világ számára. A tanítványokat megerősíti majd a Szentlélek, hiszen ők még ebben az időpontban, amikor ez elhangzik, ők még bizonytalanok. Ők még egy sikeres megváltót várnak. Ők nem tudják, hogy a Messiás majd mi mindent fog szenvedni, és milyen dicsőségben fog föltámadni. Ez majd a feltámadás után a Szentlélek megerősítésében lesz nyilvánvaló számukra. Tehát az tanítványok nem csak mesélnek Jézusról, mint a nagypapa az unokájának a régi szép időkről, hanem a tanítványok kinyilatkoztatás hordozók lesznek, a kinyilatkoztató Isten, a kinyilatkoztató Krisztus további követei, mert a saját személyes tapasztalatukról, a feltámadás élményéről, a feltámadottal való találkozásról, a Szentlélekben való megerősödésükről beszélnek az egész világnak. És ez még mindig nem zárul le a 12 apostollal, hanem ahogy a múlt vasárnap pünkösd napján ünnepeltük, a Szentlélek küld és vezet bennünket abban, hogy mi is hirdessük Isten szeretetét, hogy mi is hirdessük a feltámadás titkát, hogy mi is hirdessük azt, hogy Isten egy, de szeretett közösség, és bennünket is ennek képmásaivá tesz emberi szeretetünkben és szolgálatunkban. A Szent Háromságnak nem csak szerepeket tulajdonítunk a Szent Háromság személyeinek, nem csupán az eredéseket, a viszonyokat, a relációkat emlegetjük a teológiában, hanem
Isten tulajdonságaira is szoktunk hivatkozni, és ezek folyamán, mely mind a három szeméről elmondható, hirdetjük, hogy az Isten egységben hordozza a három személy közösségét, és az Isten szép, és az Istennek az egyik tulajdonsága, hogy jó, és az is, hogy ő maga a szeretet. Talán ez az első és utolsó fogalom, az egység és a szeretet, az, ami leginkább belénk ivódott alaptulajdonság, amelyre képesek vagyunk úgy, mint Isten képmásai. A másik kettő, illetve még lehetne mondani az igazságot, a szépséget, a jóságot, ezt a hármat, ezt valójában feladatként kapjuk, hogy ezt hirdessük. Minden, ami a szépre, a jóra, az igazságra hívja fel a figyelmünket, minden lehetőség olyan feladatot jelent számunkra, amelyben Istenről beszélünk a világnak. Istenre hívjuk föl a figyelmet, arra az Istenre, aki maga az igazság, aki maga a szeretet, maga a jóság. És amikor ezt tesszük, akkor az egész életünk ige hirdetésé, tanúságtétellé válik. És ennek olyan szép példáját láthatjuk itt templomunkban, ebben a három napban, amelynek utolsó napjához érkeztünk, a szent szolgálat, a szent zene, a kórus éneklés szolgálata, amely Isten dicsőítő, és leginkább talán épp az angyalok mennyei szolgálatához hasonlítható feladat itt a világban. 60 kórus jelentkezett a Mária Rádió kórus versenyére, akiket vendégül láthatunk itt a templomunkban, és ezek a kórusok nem művészi tevékenység címén, vagy annak bemutatása címén érkeztek ide, hanem a szolgálat, a tanúságtétel, a hitvallás címén, hiszen az a fáradtság, amit vállalnak, az az elhatározás, hogy megmérettetik magukat egy közösségben, mind arra utal, hogy azt a szolgálatot a világ elé kívánják tárni, amellyel Istent dicsőítik, hiszen ugyancsak Szent Ágoston nyomán tudjuk, hogy nekünk a megújuló, Istenre irányuló életünkkel mindig új éneket kell énekelnünk, az egész életünk valójában Isten dicsőítése, vagyis az ő jóságának a megéneklése. És a művészet az, és akkor válik a kórus szolgálat és művészetté, amikor a szépre, a jóra, az összhangra tudjuk felhívni a figyelmet, abban a világban, amely a bűn, az ősbűn átka miatt kezdettől fogva, illetve nem kezdettől, hanem a bűnbeeséstől fogva, az űrzavarnak, a hamisságnak, a viszálykodásnak lett a színterévé, mi pedig ennek ellenkezőjét igyekszünk a Szent Háromság szeretetében meghirdetni. Művészet az, amikor az igazi jó kívánkozik ki belőlünk, amikor szívünkben felismerjük Isten szépségét, jóságát a világban, és ezt igyekszünk a világ elé tárni. Sajnos többen félreértik a művészet hivatását, akár képzőművészetben, akár a zenében, és úgy vélik, hogy egyéni belső világuk sajátosságait vagy zűrzavarait kell kivetíteniük, és ez a önfeltárulkozás, ez a művészet maga. Sajnos látunk erre példát, akár képekkel, műalkotásokon, akár hallhatunk zenében, vagy láthatunk ilyet még akár az operában is, amikor azt gondoljuk, hogy a művészetben pusztán az ember önkifejezése valósul meg. Szent Háromság vasárnapján azt kívánjuk, hogy a hívő ember élete legyen igazán művészetté, hogy kitárjuk az igazat, a szépet, a jót, hogy feltárjuk Isten szeretetét, amely megvalósul bennünk, a Szent Háromság szeretet közösségének a bennünk lévő nyomait,
és így dicsőítsük azt az egy Istent, aki Atya, Fiú és Szentlélek, és aki él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istenet szült fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényeg, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és embernélet. Poncius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét. A Szent Háromság egy Istent dicsőítsétek életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek. Téged hallgass meg minket. A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk, Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által, szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletekben. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a szent lélekkel együtt, egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három személyben, de mégis egyetlen lényekben. Így, amit isteni szavadra dicsőségedről hittel vallunk, azt fiadról is állítjuk, a szent lélekről is hirdetjük, minden különbségtétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fennségben. Ezt dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerub és szeráf kórusok, kik örökké éneklik és együtt zengik.
szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott hitvétünk, Urunk, és hiszen halljuk a feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked, ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben van, szenteltessék meg
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, e szentségvétele és az örökké való egy és oszthatatlan szent háromság megvallása szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségére, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, nagy szeretettel hirdetem, hogy a mai napon hamarosan folytatódik itt templomunkban a Mária Rádió első kórus versenye. Nagy öröm számunkra, hogy egyházközségünk és plébánia templomunk adhat otthont ennek a rangos eseménynek, amint jeleztem, legalább 2000 ember fordult meg itt a napokban, 60 kórus jelentkezett a versenyre, és ez nem csupán egy bemutatkozás, nem csupán egy megmérettetés, hanem találkozás a szeretetben. Bízunk abban, hogy az a templom, amely méreteiben meghaladja az átlagos plébánia templomokét, hiszen László atya éppen azért álmodta meg ilyen nagyra és ilyen berendezésűvé, vagy ilyen elrendezésűvé, amilyen a mi templomunk, mert éppen ezeknek a találkozásoknak, az Isten dicsőítésnek, a szent művészetnek is otthont kívánt teremteni. Íme így módon vehetjük igénybe és használhatjuk immár templomunkat, abban reménykedve, hogy hamarosan tovább épül és mi hamarabb be is fejeződik templomunk építése. A kórus verseny déli 12 órától folytatódik majd, és különösen szeretettel ajánlom akár ezt a déli időpontot, majd pedig a 3 órától folytatódó eseménysort szép vasárnapi programként is, lélekemelő programnak is tekinthetjük ezt, használjuk ki ennek lehetőségét. Ezt ajánlom mind a jelenlévőknek, mind azoknak, akik erről értesülnek, a televízió kedves nézőinek is. Este 7 órakor, illetve 4-8 órai kezdettel történik majd az eredményhirdetés, illetve az ünnepélyes díjkiosztás. Megköszönjük mindazoknak, akik önkéntesként egyházközségünkből is, a Mária Rádió részéről a szervező munkába bekapcsolódtak, különös tekintettel Sapszon Ferenc tanár úrra, aki az egész rendezvény sorozatnak előkészítője és lebonyolítója. Hálásan köszönjük ezt az áldozatot, és a mi karnagyunknak, Gittának is, illetve Mártinak is, az itteni szervezőknek a sok-sok munkát és helytállást. Nagyon köszönjük ismételten a nyíregyházi Bárdos Lajos kórus közreműködését most a Szentmisén. Talán odahaza is láthatják a Pax Televízió csatornáján, vagy délután az ismétlést 5 órától megtekinthetik, mert országszerte most láthatják ezt az eseményt, mármint a Szentmisét, és örülünk annak, hogy a szent liturgiánkat hétről hétre a világ elé tárhatjuk. Ezúton is köszöntöm a határon túli testvéreinket, az erdélyi testvéreket, akik a csíksomolyai búcsúban oly szép számmal beszámoltak arról, hogy tudják nézni a gazdagréti szentmiséket. Nagy öröm ez számunkra, hogy itt ezen a helyszínen, ahol a szent angyalokkal együtt dicsőítjük az Urat, mint egy a magyarság, az ország találkozhat a szent liturgia ünneplésében. A kedves vendégkórust, illetve Gebri József karnagy úrnak is köszönetet mondva, nagy szeretettel hívjuk a tükörterembe majd a szentmise után egy rövid találkozásra.
Vendégkórusunk tolmácsolásában a mai szentmisén többek között ordináriumként Halmos Hámol miséjét hallhattuk. A felajánlásra Bárdos Ave Maris Stella művét, illetve áldozáskor Haydn Oeska Viatorum, és Riemann Regina Zöllie fog majd elhangzani a szentmise végén. Egy hét múlva Úrnapja, az oltári szentség ünnepe, a 10 órai szentmisét követően a közeli háztömb megkerülésével megtartjuk a hagyományos úrnapi körmenetet. Ennek az oltárok, illetve a virágszőnyeg elkészítéséhez továbbra is várjuk az összefogást, kérjük a segítőket. Jelentkezni Kovácsné Mártinál lehet, és a résztvevők ugyancsak a tükörteremnél a szentmise után most közvetlenül egy rövid egyeztetést tartanak. Az évvégi hálaadást 2 hét múlva, június 9-én tartjuk a tanévért, de dátum szerint ez a szép nap papás szentelésem évfordulója is, ezért is papságomért is hálát adok híveimmel együtt, aki 2 hét múlva esedékes Te Deumon. Maradjunk tehát együtt lehetőségeinkhez mérten a mai napon, a szép ünnepünkön, és kérjük a Jóisten megerősítését életünkre. Továbbra is kérem a segítséget, a támogatást mind a jelenlévőktől, mind pedig a televízió kedves nézőitől a vasárnapi szentmiséink közvetítéséhez. Aki az apostolok sorába, a média apostolok sorába szeretne beállni, hívja telefonon a 061-707-3300 telefonszámot, vagy egyéb más módon is, személyesen is lehet jelentkezni a támogatói közösségbe, hogy így módon is szolgálhassuk az egyházat, szolgálhassuk híveinket, a keresőket, különösképpen az otthon lévőket, magányosokat és betegeket, ágyhoz kötötteket, és dicsőítsük a Szent Háromság Egyistent az angyalokkal együtt. A szentmise áldása szálljon mindannyiunkra, a jelenlévőkre és a televízió kedves nézőire. Erősítsen meg minket a Szent Háromság, hogy hiteles képmásai legyünk életünkkel, szolgálatunkkal és szeretett közösségünkkel. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és töltse el szíveteket üdvöt adó bölcsességgel. Amen. Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, s tegyen álhatatossá titeket a jó cselekedetekben. Amen. Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. Amen. S áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek pesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.